Hosszas egyeztetés után a Vajdasági Fejlesztési Bank felszámolásáról december első felében állapodott meg a szerbiai és a tartományi kormány. Az intézmény több mint 10 millió euró kintlevőséget nem tudott megfizettetni. Pásztor elmondta, hogy nem akarja megkerülni a tartományi fejlesztési bank kérdését. Zainteresovani smo za to, dame i gospodo, da se utvrdi šta se desilo sa Razvojnom bankom Vojvodine. Mi danas ovde u Skupštini o tome ponovo možemo razgovarati, ali skupštinska rasprava nije mesto gde se mogu činjenice utvrđivati. A fejlesztési alap létrehozásával egy olyan egyesség jött létre a tartományi és a köztársasági kormány között, amely a vállalkozások fejlesztését, munkahelyek létrehozását fogja elősegíteni. Ez a két kormány közös felelőssége. Osnivači ovog društva sa ograničenom odgovornošću jesu Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina, a ciljevi koji se žele postići formiranjem Razvojnog fonda jeste omogućavanje razvoja privrede i poljoprivrede, podsticaj osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoj preduzetništva, podsticaj zapošljavanja i izvoza, pitanje ravnomernog regionalnog razvoja i realizacija drugih programa. Pásztor felhívta a képviselők figyelmét, hogy Vajdaság már sikeresen megvalósított egy fejlesztési tervet, amely során 10 év alatt 24,5 milliárd dinár kihelyezését végezték el, és ahol a visszafizetési ráta több mint 85% volt.